Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket a mai lelátóban. Egy kis futás lesz a téma, ami nem is olyan kicsi, mint majd ki fog derülni. Lesz kosárlabda, labdarúgás, illetve darts is a mai menüben. Első beszélgető társam Kis Gábor, köszöntelek, a Paksi Sport Egyesület, hát tájfutó szakosztályának a vezető edzőjeként, de most nem erről fogunk beszélgetni, hanem a felvezetőben, ahogy elmondtam, ti a közelmúltban részt vettetek az Ultra Balaton futóversenyen, ahol mondhatjuk, hogy fantasztikus eredményt értetek el, mind csapatban, mind pedig összesítésben. Igen, igen, fogalmazhatunk így is. Én is köszöntök mindenkit, minden nézőt. Az Ultra Balaton futóversenyen 8 fős csapattal második helyezést értünk el, amire nem számítottunk. Ez a verseny, ez a további, vagy az előző években nem volt bent a versenynaptárunkban, de most kialakult egy igény a csapattársak, a szakosztály tagok közül, hogy induljunk el és próbáljuk meg. Úgyhogy elindultunk, és ilyen szép eredménnyel zártunk. És hát az értékét növeli az eredményeteknek még az is, hogy ugye váltóban értétek el a második helyet, és a ti váltótokról tudni kell, hogy nem 8 fiú alkotta, hanem 4 hölgy és 4 férfi. Igen, igen, a csapatba méltán szerepeltek a hölgyek. Szerettek volna ők is jönni, hát jól tudnak futni, készültek a versenyre, igazából egész évben készülnek, úgyhogy nem vallottunk velük szégyen, sőt, hát erősítették a csapatot, és nagyon jól éreztük magunkat. Én úgy gondolom, hogy ez teljes értékű csapat volt így is, ahogy így végigfutottuk ezt a versenyt. A táv az egy kicsit sok volt, előső hallásra 221 kilométer, ez megegyezik a Balaton kerékpáros kerülőúttal. Beosztottuk mindenkinek a távját, akik jobban bírják, ugye természetesen a napon többet futottak, akik meg kevésbé, azok pedig kevesebbet. Így nagyjából 40 és ilyen 17 kilométer között jött ki egy-egy főre a lefutott kilométer, egész napra tekintve. Igen, hát ez természetesen azt jelenti, hogy mutattad nekem már itt a táblázatot, hogy hogy voltatok beosztva a különböző távokra, hogy van, aki bevállalt mondjuk egyszerre két szakaszt is, de hát az elosztás az úgy láttam, hogy nagyon korrekt volt, azért jutott ide egy kis pihenőre is, és hát tudtátok segíteni egymást. Igen, igen, itt volt többfajta tervezés, amit napközben azért módosítottunk. Először beosztottunk minden csapattagot, hogy ki mennyit fog futni, az úgy nézett ki, hogy 4-en lementünk már előtte napéjjel a Balatonhoz, és akkor 4-en kezdtük, mivel hajnali 4 óra 40-kor volt a rajt, hogy nem akartuk, hogy mindenki olyan korán ott legyen, és nagyjából az első 70 kilométert mi 4-en futottuk le. Itt volt 2-3 szakasz, amit bevállaltunk, ezek olyan 10-13 kilométeres szakaszok voltak így együtt. Aztán utána, ahogy egyre jobban fáradtunk, meg bejött a másik 4 fő is, hogy elkezdtük ezeket a szakaszokat lerövidíteni, tehát sok esetben, főleg a végén ott már mindenki csak egy szakaszt futott. De kellett is figyelnünk, hiszen a harmadik helyezett csapat, ugye az online eredményeket láttuk az interneten, néha 20 másodperccel volt előttünk, néha 1 perccel volt mögöttünk, úgyhogy bele kellett húzni, és ugye a vége felé azért ilyen 30-40 kilométerekkel a lábunkba be kellett vállalni ezeket a 4-10-es ezreket, és akkor így egy 4 percet adtunk a harmadiknak. Csak annyi, hogyha nézve nincs teljesen tisztában ez a dologgal, a 4-10-es ezrek azt jelentik, hogy egy jó Cooper teszt eredmény, hogyha még valaki emlékszik a Cooper tesztre, amit ugye csak egyszer kell lefutni, viszont 221 kilométeren keresztül kellett tartani ezt a szintet. Hát igen, igen, ez azért 15 km per órás sebesség, 15-14 km per órás sebességet jelent, azért hát edzettség nélkül azért el lehet bírni egy-két ilyen kilométer, de 30-40-hez azért már komoly kilométereket kell futni egész évben. Ezben nem volt hátrányunk. Igazából ami nehézkes volt, az, hogy nem nagyon lehet pihenni a verseny közben, hiszen az egyik autó kirakja a versenyzőt, a másik autó fölveszi, folyamatosan kell haladni a versenyzőkkel, és ha nagyon sokat váltunk, főleg a végén, akkor kiszállás, beszállás, 3-5 kilométerre elmegyünk, és akkor újra kezdjük. És ez 17 órán keresztül tart. Ha már a váltást említetted, itt a csapatokra volt bízva, ugye, hogy osztjátok be az erőtöket, tehát hogy ti milyen formában váltatok? Hát a váltás az úgy zajlott, hogy a
az erősebbek futották a keményebb távokat, tehát mondjuk én bevállaltam a hegyi szakaszokat, meg egy ceglédi házaspárt leigazoltunk ebbe az évbe januártól, ott is a férfi tagja a házaspárnak, ő is bevállalta ezeket a hegyi szakaszokat, aztán az erősebb nép ugye ők a lejtőket, meg a síkokat, de ott is a hosszúkat, és akkor az utánpótlás csoportból a fiatalabbak, mert ugye volt itt 15-16 éves versenyzőnk is, ők pedig egy kicsivel rövidebb szakaszokat, de ott is volt egy-egy alkalom, amikor 10 kilométer fölött 10 vagy 11-et futottak. Egyébként nyomon követtétek egymást természetesen, hogy te is említetted már, főleg a váltásoknál. Tudtatok segíteni, bíztatni társakat? Igen, igen, természetesen. Ez mindig úgy volt, hogy kimentünk a váltási pontra, mind a 8-an oda kiálltunk, és akkor hatalmas biztatásokkal fogadtuk a befutó versenyzőt, majd aki pedig kiment, azt is tovább biztattuk, hogy küzdjön. Ez jól esett, utána autóval elhagytuk, akkor mindig szintén láttuk őket, akkor megint egy kis biztatás, tehát ez egész nap folyamán ez egy ilyen nagyon jó kis csapattréning volt, nagyon jól kiforta magát ez a kis csapat. Reméljük, hogy ez nem csak ez az első verseny lesz, hanem jövőre is majd rajthoz tudunk állni, ugyanis ezzel a helyezéssel kaptunk egy indulási jogot. Nagyon nehéz bejutni erre a versenyre, annak ellenére, hogy 1300 csapat versenyez, ez olyan 13 ezer embert jelent az nap, és hát most is úgy volt a nevezés, hogy meghirdették, hogy 12 órától, ha jól tudom, lehet nevezni, és akkor egy negyed óra múlva lefogyott az egész rendszer, és hát persze nekünk nem sikerült csak utólagosan bejutni, úgyhogy jövőre már ezzel nem lesz probléma. Viszont nagyon jó, hogy korán indultunk, mert így világosba tudtuk szinte az egész távot lefutni, kivéve az utolsó három szakaszt, az egy 10 kilométert jelentett, ott már sötétbe futottunk, de azok a csapatok, akik mondjuk délután 3-kor, 2-kor, 1-kor rajtolnak, és kicsit lassabbak, mondjuk ilyen 5-6 perces kilométerekkel futnak, azok végigfutják az egész éjszakát, meg a hajnalt, és akkor délután 1-re, 2-re, dél körül érkeznek be. Az szerintem elég kemény, az még nekünk is nehéz lenne, de megbirkóznánk vele. Így, hogy mondod, én úgy képzelem el, hogy ezt a csapatok döntik el, hogy mikor indulnak. Ti ezt a 4 óra 40-et választottatok hajnalba. Mikor érkeztetek be a célba? A célba valamikor 10 óra előtt, ha jól emlékszem. Ugye nagyon összefolytak itt a percek. Viszont mi voltunk a legelső befutó csapat. Ugyanis 57-ként rajtoltunk 4 óra 40-kor, és úgy 60 kilométernél, vagy 70-nél, ott Dörgicse környékén sikerült a legelső csapatot is beérnünk. Azt onnantól elég hamar összegyűjtöttünk egy negyed óra előnyt, majd ezt tovább növeltük a verseny végéig. Úgyhogy a távnak több mint a felét azt egyedül futottuk. Az majdnem úgy nézett ki, mint hogyha elmentünk volna csak úgy hétvégén futni egyet a Balatonra egy kis váltóba. Elég kellemes volt, mert ez a rengeteg csapat ugye csak összetorlódik. Hiába van az indítás ilyen egy percenként csapatokat nézve, tekintve. Azért összetorlódnak a futók, főleg egy emelkedős részeken, és ott a kísérőautók, a futóknál óriási torlódások alakultak ki, tehát ott a váltópontoknál nagyon sok csapattól hallottuk, hogy várni kellett a következő emberre. Hát ezt úgy lehet kiküszöbölni, egy autó fogja magát, előre megy, és akkor egy-két órával előbb kipakolja a váltótagokat. Majd egy másik autó meg összeszedi, csak ott már nincs meg az a hangulat, ami nálunk megvolt. Hát az látszik, hogy nagyon jó taktikát választottatok, részben ennek is köszönhető akkor ez a fantasztikus eredmény, hogy másodikak lettetek a váltóba, és még azt mondjuk el, hogy összeredményt tekintve, tehát hogyha ide vesszük az egyén indulókat is, akkor összesítésben 21. hely, ugye, hogyha jól emlékszem? Igen, igen, 21-ek lettünk 1275 befutó csapatból. Az enyénieket, hát ugye őket nem számoljuk, mert azért az teljesen más kategória, ott valami 30 és 40 között értek be, szintidőn belül, az is egy nagyon kemény teljesítmény. 221 kilométert, én nem tudom, hogy ha valaha is bevállalnék egyedül, szerintem inkább nem. De hát ez nincs is szükség, hogyha valaki ilyen nagyon jó csapatban tud futni, és hát hogyha jövőre is indultok, akkor mi a cél? Hát a cél az, hogy jövőre is tudjunk indulni. Én jobban szeretném, hogyha megint ilyen korai időponttal mehetnénk,
És hát ha másodikok voltunk, akkor jövőre jó lenne, hogyha elsők lehetnénk. Szerintem ez egy kis ösztönző leghat, de igazából a legfőbb cél az, hogy sérülés nélkül le tudjuk futni a távot, jól érezzük magunkat, meg azért megmutassuk azt, hogy az edzettségnek megfelelő helyezésre tudunk befutni. A Paksi Darts Sportegyesület szervezésében első alkalommal rendeztek Pakson MB3-as csapat, illetve egyéni bajnoki fordulót. A helyszín a Kisnádas vendéglő volt. Kívánok nektek nagyon jó versenyzést, győzön a jó, ha ez a Paks akkor sem baj, de én tényleg azt gondolom, hogy úgyhogy én azért már értem el nagy eredményeket, tényleg azt gondolom, hogy az a legnagyobb hozadék egy ilyen rendszernek, hogy különböző emberek, különböző helyről, mérnök, képkocsivezető, szakács, köműves, bárki együtt van, jól érzi magát, beszélgetnek, emberi kapcsolatok, társadalom, csapat születi, és szerintem azt, hogy aztán kinyer a végén, az már talán kevésbé fontos. Az együtt eltöltött idő, a felkészülés, hogy ennek hogyan próbál jobb és jobb lenni, ezek a legfontosabb a dolgok ebben a sportban is. Akkor még egyszer kívánok nektek jó szórakozást, és nagyon örülök, hogy eljöttetek. A nagy változásokon mentünk keresztül az elmúlt 3 évben. Ugye 3 éve létezünk ebből, 2 esztendeje, hogy különálló sportegyesületként működünk, és a kezdeti amatőr szintből egy kicsit tovább lépve az idei évtől csatlakoztunk a Magyar Darts Szövetséghez, ami azt jelenti, hogy rendes hivatalos a szövetség által rendezett versenyeken veszünk részt, egyéniben, párosban és csapatbajnoki fordulókon. Ráadásul támogatóra is találtatok, most már nem csak önerőből kell fenntartani az egyesületet. Hát igen, ez is egy hatalmas előrelépés a kis csapatunk életében. A héten azt hiszem, hogy most már kijelenthetjük, nem titok, egy szponzorációs szerződést kötöttünk a Paksi, MVM Paksi Atomerőmű ZRT-vel, és ezzel biztosították nekünk az idei évtől a versenyeken való részvételt. Ezen kívül a hely is változott, ahol gyakoroltok, edzetek. Igen, ebben is egy óriási előrelépés történt. Az eddigi 4 pályás kis 20 négyzetméteres termünket sikerült egy 60 négyzetméteres 7 hálásos edzőteremre lecserélnünk. Ahol nagyon jó edzés lehetőség van, viszont azt látjuk, hogy versenyt ott szervezni, rendezni nem tudtok, ellenben itt a Kisnádasban az első nagy versenyt már megrendezitek. Így van, itt azért szeretném is megragadni az alkalmat, hogy a Kisnádas vendéglő tulajdonosának, Kis Miklósnak megköszönjük ezt a lehetőséget, hiszen a mi termünk az valóban, ahogy említetted, edzésekre nagyon jó, tökéletes, viszont maga az infrastruktúra, azért azt gondolom, hogy itt minden feltétel adott, hogy csapatokat, illetve későbbiekben egyéni fordulókon is akár vendéglő láthassunk ugye más versenyzőket. Ugye említetted, hogy most már hivatalosan is csatlakoztatok a Magyar Darts Szövetséghez. Ez az első olyan verseny, amit ti rendeztek, ti szerveztek. Így van, ez az első csapatbajnoki forduló, egy MB3-as fordulóról beszélünk, ami 5 csapat részvételével zajlik. Darány, Komló, Pécsről érkezett 2 csapat hozzánk, és a mi kis csapatunk. Atom! Beszéljünk egy kicsit a csapatról, mit tudhatunk a tagokról, ugye mondtad, hogy most csapatverseny, itt körmeccsek vannak, hogy álltok most, illetve hányadik fordulónál tartotok? Ez a második forduló, első fordulóban Pécsen szerepeltünk, azt mondom, hogy első körben elégedettek lehetünk az eredménnyel, egy jó közepes szintet hoztunk, 2 vereség és 2 győzelem, mert teljesítettük az első fordulót. Nyilván a hazai pálya előnyét a mai nap szeretnénk egy picit a magunk oldalára billenteni, és hát nyilván több győzelmet szeretnénk beskalpolni. Kezdésnek mi a cél, mit tűztetek ki magatok elé? Első évben az igazi célunk az volt, hogy megismertessük a Paksi játékosainkkal. Mégis ennek az egész csapatbajnokságnak, ennek a versenynek a légkörét, az egésznek, hogy mi működik, hogy szokják. Tehát tulajdonképpen egy tapasztalatszerzés volt. Aztán, ha úgy alakul, hogy megnyernénk és sikerülne a rájátszásban szerepelnünk évvégén, nyilván attól sem riadunk vissza, annak is örülünk, úgyhogy első évben mondom, tehát ez volt az első számú kitűzés, vagy a rutinszerzés. Hányan szerepeltek egyébként a csapatban, a Paksi csapatban, hányan vagytok? A csapatunk taglétszám olyan 30 főre tehető, ebből 10 játékosunk váltotta ki az idén a versenyengedélyt. A 10 játékosból ugyan a csapatbajnoki fordulóra 8 embert lehet nevezni, és ebből lehet úgymond a mai nap gazdálkodnunk.
Ez azt jelenti, hogy egy kis házi bajnokságot kell előtte rendezni, tartani, hogy a 10 játékosból a legjobbak kerüljenek mindig a csapatba? Hát így van, azért összetett ennek a kiválasztása az, hogy mely játékosok játszanak a mai nap. Nyilván tegnap volt egy kis erődemonstráció ugye egymás közt, de nem csak ez dönt. Tehát minden hónapban van egy házi versenyünk, van már egy aktuális ugye ranglistánk, pillanatnyi forma, tehát egy összetett dolog. Attila már elmondta, hogy tulajdonképpen 10-en váltottátok ki a játékengedélyt, és abból 8-an szerepeltek a csapatban. Volt egy kis erődemonstráció, egy kis házi verseny. Hogy zajlik egy ilyen? Hogy képzeljük el? Hát tulajdonképpen annyi, hogy az összes versenyzőt megversenyeztettem, úgymond, csapatvezetőként. Ugyanebben a rendszerben, amit ma játszunk, 2 nyert legig, és az adta meg az erősorrendet. Ez alapján kiválasztottam a 8 embert. Legközelebb, ha más lesz az eredmény, akkor mások fognak bekerülni. 2 embernek sajnos ilyenkor pihenni kell. Jövőre valószínűleg 2 csapatot indítunk, és akkor már mindenki tud mindig játszani. Ezt mondtad, hogy ugye most 8-an vagytok a csapatban, akik versenyeznek. Van egy erősorrend itt is? Ezt hogy kell elképzelni? Tehát táblasorrend? Van. Mindenki tisztában van vele, hogy ki a jobb játékos, ki a gyengébb, de a pillanatnyi forma is dönt azért. Lehet tudni, hogy ki hogy játszik, és taktikázni kell a másik csapat ellen, ugye, mert nem mindegy, 9 nyertig játsszuk a meccseket a másik csapat ellen, és azért ott az sem árt, hogyha tudjuk, hogy kit lehet pihentetni, és kit akit muszáj betenni a csapatba, hogy azért hozzuk az eredményt is. Ugye mindenki játszik, mindenkivel, tehát minden csapat, azért ez elég fárasztó. Hát igen, ezért kell cserélni, rotálni, ahogy a futballban mondják, hogy a rotáció, itt is kell meg a kosárlabdában, muszáj pihentetni is, mert itt azért sok, ha 4 ember játszaná végig, akkor olyan 30 meccs fölötti létszám lenne, amit nagyon nehéz akkor végig koncentrálni. Hogy kell elképzelni egyébként, ugye van most 5 csapat, mindenki játszik mindenkivel egymás ellen? Így van, mindenki játszik mindenki egymás ellen, a csapatok, és még csapaton belül is mindenki játszik mindenkivel, 9 győzelem eléréséig. 8-8-as döntetlen is lehet. Milyen szabály szerint játszhatok mind a legnagyobbak, tehát 501 a kiszálló? Így van, 501 dupla kiszállót játszunk, pénzfeldobással kezdünk, azzal döntjük el, hogy ki kezd, és utána megy a meccs. Hát ugye itt egyértelműek a szabályok, hiszen mindenki látja, hogy mi történik a verseny közben. Bíróra szükség van egyébként, vagy van játékvezető? Nem játékvezető van, hanem író, aki a táblánál írja a dobásokat, és vitás esetben ő dönt. Ha nem úgy, ha esetleg a dobó rosszul látja, hogy táblába hova érkezett a nyíl, mindig az író szava dönt. Mit vársz a csapattól, mint csapatvezető a mai versenyen? Hát a hazai fordulót be akarjuk húzni mindenféleképpen, mert a cél az országos döntőbe kerülés. Az első fordulóban kicsit gyengékedtünk még, sokaknak új volt ez a rendszer, de most azért már meg kell nyerni a mai fordulót, úgy gondolom. Ez nagyon érdekes, az előbb ugye Attilával beszélgettem, most veled, mint csapatvezetővel, ő azt mondta, hogy először a tapasztalatszerzés, megszokni itt az NB3 légkörét, te egy kicsit azért merészebb célokat tűzték ki, mint csapatvezető. Így van, én merészebb vagyok. Célkitűzésekben mi játszottunk más csapat színeibe országos döntőt, és ez egy olyan hangulat, hogy ott nagyon szívesen részt vennék újra, úgyhogy mindenféleképpen az a cél, én úgy gondolom. Egy pár szót a csapatról, hogy az Attila említett, hogy 30-an vagytok, 10-en váltottátok ki a játékengedélyt az idei évben, új helyen vagytok, milyen rendszerességet tudtok edzeni, hogy készültök? Az edzéseink heti 3 alkalommal vannak, 2 szerda, péntek, délután, bárkit nagyon szívesen látunk, aki jön, vagy akar jönni, délután 5-től, ameddig kedvünk van, addig dobálunk, és klimatizált teremben vagyunk végre, úgyhogy nyáron is lehet bárki. A dartsban a kor nem számít, ahogy a csapatvezető megfogalmazta. Amíg az ember ki tud menni a tábláig, addig játszani kell. A komlói csapatvezetője, dr. Váci István, korábbi szövetségi alelnök, a verseny előtt ugyancsak optimistán nyilatkozott. A komlói T20 Darts Club Egyesülettől vagyunk. 3 évvel ezelőtt voltunk az NB2-ben, sajnos nem sikerült ott megragadnunk, de most azért küzdünk a mai nap során is, hogy egyáltalán eljussunk az országos selejtezőre. Természetesen szeretnénk visszajutni magasabb osztályba. Itt Pakson azt tudjuk, hogy Attila már elmondta, hogy körülbelül 30-an dartsoznak Komlón. Mi a helyzet, mennyien vagytok?
Az igazolt játékosaink száma az 21 jelen pillanatban. Azoknak a száma, akik az edzéseinket még látogatják, illetve a mi saját versenyeinket, vagy házi versenyeinket, az körülbelül még ugyanennyire tehető. Ők abba a körbe tartoznak, akik nem szeretnének versenyszerűen, de hobbi szinten kifejezetten szeretnének játszani. Ugye te most a csapatvezetőjeként, vagy itt a Komlé csapatvezetőjeként, de van információ arról, hogy te annak idején a Magyar Dárt Szövetségben azért egy fontos tisztséget töltöttél be. Igen, idén márciusig, 2 éven keresztül a Magyar Dárt Szövetség országos alelnöke voltam, és azáltal, mint az országos dárcéletnek a szakmai vezetője tevékenykedtem. Azt látjuk, hogy a sportág rohamosan fejlődik, egyre népszerűbb. Itt a nemzetközi versenyeket ugye közvetíti a televízió folyamatosan, ez szerintem Magyarországra is igaz. Hogyne, sőt, én azt gondolom, hogy amit a nézők vagy a játékosok a Magyar Dartsnak a berobbanásának tulajdonítanak, szerintem az még nem jött el. Amikor én elnökségi tag lettem, és utána az Országos Szövetség országos alelnök, akkor kb. 40 egyesülete volt a szövetségnek. A 40 egyesülethez kb. Olyan 1100 igazolt játékos tartozott. Ebből a 40 egyesületből nyilván volt egy pár, ami eleve nem is működött, tehát névleg volt, akkor kifejezetten csak a Dartsnak a szeretete miatt. Most idén március 24-ét tudom mondani, akkor 62 tagegyesülete volt már a Magyar Dart Szövetségnek, és 1500 olyan igazolt versenyzője volt, akik a magyar nemzeti versenysportban, ha nem is a mindennapokban, de olyan havi rendszeressége valamilyen szinten részt vesznek, és már voltak jó páran, 8-10 olyan egyesület országos szinten, akik érdeklődnek, tájékozottak, és egyáltalán igyekeztek azt megteremteni azokat a feltételeket, hogy csatlakozhassanak magához az országos szövetséghez. Tehát az teljesen biztos, hogy a tévéközvetítések, a közösségi média és egyáltalán maga az a hangulata, ami megfogja az embereket, az a robbanás, az még csak most fog igazán eljönni. Van olyan játékos, akár a hölgyeknek, akár a férfiaknál, aki mondjuk nemzetközi versenyen már jól szerepelt vagy edzik? A magyar dartséletről beszélünk, természetesen hogyne. Hát akár mondhatnám Bezzeg Nándort, mondhatnám Székely Pált, Takács Patrik, és nyilvánvaló az országos élbolyt, minden tovább nélkül férfiakat oda lehet állítani. Így azt mondom, hogy a közép-kelet-európai országok játékosai mellé nagyon minimális áttörés kellene az ő részükre ahhoz, hogy azt a szintet megüssék, hogy lassan már a profi dárcosok körébe is bejussanak, és rengeteg pénz. Azt most tudom mondani, ez sokakat szokott érdekelni. Körülbelül olyan 15 millió forint kellene ahhoz, hogy valaki profi szinten csak ezzel foglalkozhasson, és akkor főállásban dárcozik, és talán őket is láthatnánk a nagy színpadon, hogyha így szokták mondani. A női versenyzők közül mindenképpen kiemelkedik a felnőttekről Ihász Veronika, aki már nagyon sok nemzetközi versenyeredménnyel rendelkezik, sőt Európa-bajnoki címekkel is, és mindenképpen kiemelném az ifjúságiak közül pedig Cipó Vivient, aki többszörös Európa-bajnok, egyéniben, párosban, szerintem előttük még nagyon nagy jövő áll. Akkor vissza a Komlé csapathoz. Mi a cél a mai versenyen? Először is, hogy jól érezzük magunkat. Tehát úgy jöttünk ide, hogy mi most játszunk egyet, ez a nap ez erre van számva. Aztán természetesen szeretnénk nyerni, szeretnénk minden mérkőzésünket megnyerni. Aki nem így állod, az inkább ne is álljon, ez teljesen fölösleges akkor ezt ilyen versenymódon, versenyszerűen játszani. Aztán, hogyha így elkenik a szánkat, akkor biztos, hogy fogunk itt valami jót ebédelni, és azzal megpróbáljuk itt kenegetni a sebeket. Én bízom benne, hogy mivel a társaság adott, nagyjából ismerjük egymást így a csapatok tekintetében. Jó hangulatú napnak nézünk elébe. Miután a Komlé és a Paks csapata egyaránt 3 győzelemmel zárt, a végén az egymás elleni eredmény a hazaiaknak kedvezett. Így a Paksi Dart Sportegyesület megnyerte az első, általa megrendezett NB3-as fordulót. A 8. helyen zárta a 2017-18-as férfi NB1-es kosárlabda bajnokságot az Atomerőmű Sportegyesület kosárlabda csapata. Schmidt Béla együttes a legjobb 4 közéjutásért az alap és középszakasz győztes Szolnokkal szemben 3-0 arányban maradt alul. A 17-18-as kiírás egyik favoritja a Liga első szolnoki Olaj KK-val küzdött a rájátszásba a 8. helyen bejutó Atomerőmű Esek kosárlabda csapata. A párharc az egyik fél 3 győzelméig tartott, amely a várakozásoknak megfelelően 3-0-ás szolnoki sikerrel zárult. A második, Paksi összecsapás hasonló koreográfia mentén zajlott, mint az első, Tisza parti.
az Ase, amíg bírta erővel, jól küzdött, de az utolsó negyedre elfáradt, és végül papírforma eredmény született. A piros-feketék 14 ponttal diadalmaskodtak. A harmadik felvonást újra Szolnokon rendezték, amelyen az első félidőben sokáig remekül tartotta magát az Atom. A 11 pontos félidei hátrány még a vállalható kategóriába tartozik. Kemény mérkőzés, ahogy arra számítottunk. 2-0-ra vezetünk, de a Paks nyilván nem adta fel. Nehéz helyzetben vannak hiányzókkal, és én úgy látom, hogy ezt védekezésbe próbálják pótolni, agresszívan védekeznek. Nekünk pedig az elején ugye nem mentek a dobások, de szerencsére megtaláltuk utána a játékunkat, helyzeteinket, és sikerült végre bedobnunk. A térfélcsere után a Ruják és Talant nélküli Paks végleg megadta magát. A záró periódusban mindkét szakvezető a fiatalokat is pályára küldte. A végeredmény 82-56 lett. A három meccs alapján a Szolnoki Olaj KK megérdemelten jutott a legjobb négy közé. Az Atom erőmű Ese a 8. helyen zárta a 17-18-as bajnoki kiírást. A kosárlabda csapat szerepléséről bővebben a jövő heti keddi lelátóban láthatnak majd részleteket. 1-0 kikapott a Paksi FC OTP Bankligában szereplő labdarúgó csapata a 31. fordulóban Diósgyőrben. Csertői Aurél együttese a vereség ellenére 42 ponttal továbbra is a tabella 6. helyén áll. A kiesés elől menekülő Diósgyőr labdarúgó csapata az Európa Liga selejtezőjét küzdő Paksi FC-t fogadta az OTP Bankliga 31. játéknapján. A 13. perc végén a látogató veszélyeztetett, Hán lövése azonban elkerülte a DVTK kapuját. A 16. percben ismét Hán előtt adódott helyzet, távoli lövését Rados kapus paskolta a mezőnybe. A 26. percben egy hazai szöglet után megszerezte a vezetést a piros-fehér gárda. Rácz kapus rosszul jött ki a vonalról egy beívelésre, a labda pedig Bartáról a saját kapujába pattant. A 34. percben Hán kapott jó labdát a leshatáron, a Paksi csatárt Lipták és Rados közös erővel elsodolta, a PFC 17 méterről szabadrúgást kapott, Lipták pedig azonnali piros lapot. A pontrúgást Haraszti a kapufélé tekerte. A szünetben 1-0 állt az eredményjelző táblán. A térfélcsere után az 50. percben Barta tálalt jó labdát Haraszti Eli, aki egy átvétel után kisé kisodródva lőtt, a labdát Rados hárította a vonal előtt. Szintén ugyanebben a percben Barta is lőhetett, de próbálkozása célt tévesztett. A 78. minutumban újabb vendégpróbálkozást láthatott a publikum, Haraszti szöglete után is maradt az eredmény. A 90. percben még Barta is egyenlíthetett volna, de nem sikerült. Az zöldfehérek ezen a találkozón minden helyzetet kihagytak, míg a hazai a kapura lövés nélkül szereztek 3 bajnoki pontot. A végeredmény DVTK, Paksi FC 1-0. Csejtői Aurél együttese a vereség ellenére 42 ponttal továbbra is a tabella 6. helyen áll. Még mindig a veszélyzónában vagyunk, igaz sok csapattal együtt. Azonban ezen a héten legalább már a vonal felett vagyunk. A legfontosabb most a 3 pont volt, amit meg is érdemeltünk. A múlt héten már látható volt, hogy mennyit fejlődtünk. Most 60 percig ember hátrányban sikerült az egyik legjobb magyar csapat ellen tartani az eredményt. Elégedett vagyok, fontos győzelemhez. Hát nem tudom megszámolni, meg nem is tudnám fejbe tartani, amennyi lehetőségünk volt a mai napon. Jó focizgattunk, jó magyarosan a írjelpontot nem tudtuk felrakni, számtalan lehetőségünk volt. Szerintem reggelig játszunk, se tudtunk volna igazából gólt rúgni. Kijelenthetjük, hogy tényleg ez volt az utolsó szalmaszálmába kapackoltattunk, ha itt azt gondolom, hogy nem nyerünk, tehát még az X-et is bele számítva, akkor szerintem szinte biztos, hogy kiesünk az első osztályból, úgyhogy tényleg mindent megtettünk, az utolsókig küzdöttünk, tényleg az egész csapat görcsbe volt, úgyhogy azt gondolom, hogy jár a dicséret a csapatnak. Igazából ezt kell, hogy mondjam, felkészültünk. Én úgy gondolom, hogy tényleg jól is játszottunk, helyzeteket alakítottunk ki, amit kitaláltunk az ült. Gratulálok a Diósgyőrnek, ősiesen küzdött, ezért megérdemelt a győzelmet. A Paksi FC a következő fordulóban a Balmazújvárost fogadja. Az összecsapást május 27-én vasárnap 17 órakor rendezik a Fehérvári úti stadionban. Én megköszönöm megtisztelő figyelmüket, ennyi fért a mai lelátóba. Jövő héten Faller Gábor kollégám várja majd önöket a képernyők elé. Viszontlátásra, jó estét kívánok!